Üdvözlök mindenkit, Hengeri vagyok, ez pedig itt a Toplisták. A mai videóban olyan hétköznapi, vagy éppen nem hétköznapi dolgokat fogok bemutatni nektek, amelyeket nem máshol, mint emberek testében találtak. Ebből a témából már készült egy videó a csatornán, ha esetleg még nem láttátok és érdekelt titeket a téma, akkor majd nézzétek meg azt is, annál a videónál úgy voltam vele, hogy megpróbálok olyan dolgokat összegyűjteni, amelyekről az emberek nem is sejtették, hogy a testükben vannak. Úgy érzem, ez nagyjából sikerült is. Ennél a videónál ezt nem vettem figyelembe, így most olyan dolgok is felkerültek a listára, amelyekről az emberek tudták, hogy a testükben vannak. Persze ennek ellenére az orvosokat meglepte, amit találtak, és hát akkor nem is húznám tovább a dolgot, lássuk a listát. 5. Üveg. Nos, hogy őszinte legyek, az első dologhoz kapcsolódó történet egy kicsit zavaros, ám a lényeg, hogy 2007. novemberében Pakisztánban egy 60 éves férfi azzal sétált be egy kórházba, hogy felfegyverzett tolvajok törtek be hozzá, és mielőtt ellopták volna két bivaját, felnyomtak neki valamit, amit hát nem igazán kellett volna. Az egyik orvos utána is járt a dolognak, és kiderült, hogy egy igen méretes kólás üvegről van szó, amit a leírtak szerint jó néhány eszköz segítségével kellett eltávolítani, ez sok időbe került és nagy valószínűséggel sok fájdalommal is járt. Hogy ezek után mi történt, mi lett a férfival, arról nem írtak, ám olvastam egy történetet, amiben egy férfi egy állítólagos balesetnek köszönhetően hasonlóan járt. A lényeg, hogy ő szintén egy 60 éves férfiról van szó, aki 2019. novemberében Kínában besétált egy kórházba, és azt állította, hogy egy üveg van a hátsó felében, ugyanis viszketett neki, és valamiféle érthetetlen okból egy üveggel szerette volna megvakarni, de az szintén érthetetlen okokból egyszerűen felslisszant neki, és hát ki meg már nem nagyon jött. Aztán végül meg mégis, mert az orvosok még aznap eltávolították az üveget, és a férfit haza is engedték. 4. Mágnes. 2008-ban az Amerikai Egyesült Államok Indiana államában kórházba vittek egy 8 éves lányt, ugyanis a szülei elmondásai szerint olyan fájdalmai voltak, hogy alig tudott felállni, és az orvosok hamar ki is derítették, hogy ez minek volt köszönhető, ugyanis kiderült, hogy a lány mágneseket, illetve fémgolyókat fogyasztott. A leírtak szerint a lány azt hitte, hogy cukorkákról van szó, így be is nyomott belőlük 30 darabot, így vegyesen össze-vissza, és sajnálatos módon a mágnesek olyan súlyos sérüléseket okoztak a bélrendszerében, hogy a lány szó szerint életveszélyben volt. Az orvosoknak végül sikerült megmenteniük a lány életét, ám az állítások szerint nem ez volt az egyetlen eset, volt olyan is, mikor egy gyermek elhunyt a mágneseknek köszönhetően, természetesen felelősségre vonták a játékot gyártó vállalatot, és így az évek során hát több millió játékot hívtak vissza az üzletekből. Bennem felmerült a kérdés, hogy ilyenkor a szülőket mekkora felelősség terheli, nyilván az embernek nem lehet minden percben a gyereken tartani a szemét, és nagy valószínűséggel nem is tartja senki, főleg akkor, ha úgy véli, hogy a gyermeke egy biztonságos játékkal játszik. Nos, ami számomra érdekes volt, hogy állítólag a szóban forgó kislány szülei éppen a lányukkal voltak, mikor ezzel a játékkal játszott és megette a mágneseket, meg fémgolyókat. Ők a táplálkozás részét nem látták a dolognak, így két nap is eltelt, mire eljutott a kórházba, de hála Istennek ezt még időben tették. Az orvosok szerint egyébként két mágnes is bőven elég ahhoz, hogy a gyomorba meg a bélbe kerülve halálos sérüléseket okozzon. Minden esetre ezeket a dolgokat tekintve érdemes lehet kerülni az ilyen mágneses játékokat. Mondjuk nekünk is volt régen, csak mi nem ettük meg. 3. Evőeszköz. Ha minden igaz, az 1970-es években Hollandiában egy 52 éves nő, név szerint Margaret, hasfájásra panaszkodva ellátogatott a kórházba, ahol az orvosok megdöbbenve fedezték fel, hogy a nő gyomrában egy rakás evőeszköz van. Margaret elmondta, hogy képtelen volt megállni, hogy evőeszközöket fogyasszon, valamiért, ha meglátott egy ezüst evőeszközt, akkor úgy érezte, hogy azt meg kell lennie, bár a késeket mindig figyelmen kívül hagyta, erre nem tudott magyarázatot adni,
de a lényeg, hogy az orvosok nem kevesebb, mint 78 darab kanalat és villát távolítottak el a nő gyomrából. Margaret a leírtak szerint borderline személyiségzavarban szenvedett, ez lehetett az oka annak, hogy evőeszközöket fogyasztott, és bizony ez nem egy alkalommal történt meg, ugyanis az orvosok elmondásai szerint már azelőtt is kezelték őt emiatt, de úgy tűnik, hogy ez nem igazán működött. Bár elvileg miután eltávolították belőle az evőeszközöket, Margaret hamar felépült, és azután a terápiáknak köszönhetően ugye a betegségét tekintve, hát valamelyest javult az állapota. Második. Pitty-pang. 2013. novemberében Kínában egy házaspár kórházba vitte a 16 hónapos kislányukat, a kislánynak már hónapok óta be volt gyulladva a füle, a lány mondhatni folyamatosan vakarázta, az anyuka látta is, hogy van valami a lánya fülében, amit bár megpróbált, de nem tudott kiszedni, és bizony valóban volt benne valami, ugyanis az orvosok kiderítették, hogy a lány fülében egy pitty-pang gyökerezik. Az orvosoknak sikerült eltávolítaniuk a növényt, ami állítólag már 2 cm hosszúra nőtt, az orvosok elmondása szerint tovább is nőhetett volna, ugyanis a kislány hallójárata megfelelő környezetet biztosított ehhez, és ugye ha tovább nőtt volna, károkat is okozhatott volna, de hát nem nőtt, és így nem okozott. Persze, ha belegondolunk, egy igen fiatal gyerekről van szó, és lehet, hogy ez a 2 centi kevésnek tűnik, de nem az, főleg azt tekintve, hogy a gyökérzet a kislány szinte egész fülét benőtte, találtam is róla képet, de nem mutatom meg, mert azóta is viszket a füle. És hát a lényeg, hogy ennek köszönhetően az orvosoknak nem volt könnyű dolguk, de hát megoldották. Vigyázzatok a pitty-pangokkal! Első. Rozsdás penge. 2011. februárjában Kínában megműtöttek egy 30 éves férfit, név szerint Li Fuyant, akit már 4 éve erős fejfájások, illetve légzési nehézségek gyötörtek, és mint kiderült, ezeket nem más okozta, mint egy a Li fejében lévő 10 centis penge. Li elmondta, hogy 4 évvel azelőtt egy rablás során megszúrták őt az alsó állkapcsán, ám arról fogalma sem volt, hogy a kés pengéje beletört a fejébe. Sajnálatos módon ennek ellenére benne maradt, és bár a penge nem érintette a nyelőcsövet, meg a légcsövet, illetve egyetlen nagyobb eret sem, mégis a későbbiekben igen nagy kellemetlenségeket okozott Li-nek, akinek ekkor már hát lényegében inekciókkal kellett csillapítania a fájdalmát. Mindezek mellett még rossz lehellete is volt a pengétől, de az a legkisebb probléma, szerintem. Az orvosok számára egyébként igen furcsa volt ez az eset, és persze nem csak azért, mert a penge 4 évig volt Li fejében, méghozzá észrevétlenül, hanem azért is, mert Li szájában egyetlen sebet meg heget sem találtak, így fogalmuk sem volt arról, hogy a penge hogyan került a fejébe. Minden esetre az orvosoknak sikerült eltávolítaniuk a pengét. Talán nem is meglepő, hogy annó, de elképzelhető, hogy még most is csodának tartották ezt az esetet. Nos, azt gondolná az ember, hogy ennél hihetetlenebb már elő sem fordulhatna, ám 2020-ban szintén Kínában egy 76 éves férfi feküdt be a kórházba, azzal a céllal, hogy kiműtsék a 26 éve a fejében lévő 10 centis pengét. A férfit még 1994-ben támadták, illetve szúrták meg, Lee-vel ellentétben ez a férfi tudta, hogy a kés pengéje a fejében maradt, ám a 26 év alatt egyetlen orvos sem vállalkozott arra, hogy eltávolítsa azt. Talán ő ismételten nem meglepő módon ezt az esetet is csodaként tartják számon. Köszönöm, hogy velem tartottatok, remélem tetszett a videó. Ha ez így van, akkor kérlek lájkoljátok, esetleg osszátok, és persze nem utolsó sorban, ha még nem tettétek, iratkozzatok fel a csatornára, és ne felejtsétek el a csengettyűt sem. Még egyszer köszönöm, hogy velem tartottatok, én Geri voltam, maradok és leszek. Sziasztok!